Az állami számvevőszék ellenőrzése 2013. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozott a Várva Kft. És a Ceglédi Termárfürdő Kft. Esetében is. Az önkormányzati képviselők a júliusi rendkívüli testületi ülésen a vizsgálat eredményét is tárgyalták. A számvevőszék főként technikai jellegű problémákat állapított meg. A Termálfürdő Kft.-t érintően Ceglédváros önkormányzata részére egy, a társaság részére 12 intézkedési javaslatot, míg a Várvag esetében a társaság részére 2 intézkedési tervet fogalmazott meg, amelyet a képviselőtestület határozata szerint az önkormányzat tudomásul vesz. A képviselők továbbá számos a Budai úti fürdő közelében található ingatlan értékesítéséről is döntöttek. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlanokat versenyeztetési eljárás útján értékesítik. A testület tárgyalt a helyi közvilágítás karbantartásáról. A feladat ellátására új ajánlatokat kért be az önkormányzat. A megadott határidőig csak a feladatot eddig is ellátó NKM áramszolgáltató ZRT nyújtott be ajánlatot, így a képviselőtestület döntése értelmében az elkövetkező 2 évben is ez a cég végzi a szükséges karbantartást. A testület a gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosításáról is tárgyalt, miután az önkormányzat fenntartásában nem működik olyan intézmény, ahol a gondozást el tudnák látni, a feladatot a kecskeméti Kuckó gyermekek átmeneti otthonában végzik, amelyhez a szükséges forrást a ceglédi önkormányzat biztosítja.